A nehezebb utat választott a céljai eléréséhez a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese legutóbbi két hazai meccsén a tabellán mögötte álló Diósgyőrt és Haladást fogadta, és a lehetséges 6 pontból mindössze egyet gyűjtött be. A két találkozó között az MTK otthonában nyert a Várda, ezért és a többi mérkőzés kedvező alakulásának köszönhetően bennmaradó helyen várja a debreceni meccset az Újonc. A debreceniek a harmadik helyen állnak, azonos pontszámmal a negyedik Újpesttel, így a hajdúságiaknak égetően szükségük van a pontokra. Igaz ez a Kisvárdára is, amelyet a héten a lehető legjobban igyekezett felkészíteni a szombati meccsre a szakmai stáb. Hétfő kedden még lehetett érezni azért a levertséget, meg a kevésbé jó hangulatot, hogy így fogalmazzak, viszont azért próbáljuk a játékosokat, és úgy érzem, hogy most már fejben rendben is vannak. Mert mindig a következő meccs a legfontosabb, és nekünk most a Debrecen mérkőzés a legfontosabb. A héten próbáltunk felkészülni a Debrecenből, ahol tehetséges fiatal gyerekek jól vannak keverve rutinos futbolistákkal, és nem véletlenül vannak a harmadik helyen. És viszont abban is bízni lehet, hogy azért ők is harcolnak a harmadik helyért, tehát nem tét nélkül a mérkőzés, ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset szeretnénk játszani velük a mi szempontunkból. Nagyon jót, tehát felkészülten és egyenrangú ellenfélnek lenni, és mindenféleképpen eredményesek szeretnénk lenni. Ebben a szezonban a két csapat kétszer találkozott egymással. Mindkét meccsen hazai siker született, Kisvárdán 3-0-val, Debrecenben 3-1-el ért véget a mérkőzés. A Szombathely elleni meccse sárga lapjai miatt kihagyó csapatkapitány ezúttal is nehéz összecsapásra számít. Nagyon jó meccs volt, nagyon jól sikerült ezen a meccs, de emlékszem, hogy amikor ott voltunk, akkor szenvedtük nagyon, úgyhogy szerintem teljesen más meccs lesz, próbáljunk a legjobb hozni. A Debrecen-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A 31. forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Budapest Honvéd, Szombathely Paks, MTK Budapest Mezőkövesd, Diósgyőr Molvidi FC és Ferencváros Újpest.